Ja, igen. Ez a hívás. Na jó, hát is remélem mindenki, ha mindenki válaszolt erre a hívásra. Üdv mindenkinek. Hello, hello. Intermisszió. Na, sziasztok! Kávés bagyod van-e? Ha-ha. Na, hát srácok, elkészült ritus. Az új szubbedzsekkel. Úgyhogy... Mindegyiknek van egy sztoria. Tjap-tjap, nagyon szépen köszönöm a 60. hónapot. Az szerintem már elég kerek, te már VR-os vagy. Na figyeljetek, képzeljétek el, amellett, hogy Ritus megcsinálta az új subbadge-eket, sztorit is fűzött mindegyikhez egy kicsit. Ezt próbáltuk egyébként, hogy föltölthető legyen ugye panel formátumba lent, alul a panelek között. Nem fér ki. Tehát, hogy akkora, olyan hatalmas, hogy nem fér ki. Úgyhogy maradt az evolúció. Azt nézzétek meg, az a panel is nagyon-nagyon jól sikerült. És hát, hogy milyen sztoria van mindegyiknek, ugye, amikor az első hónapos feliratkozás megtörténik. Nem tudom, hogy ezt így csak így itt hagyjam, és ti elolvassátok magatoknak, vagy szeretnétek felolvasva. Level 4-es Hype Train. Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm. Az én bagyomon nincsen gatyó. Nem, te pucér vagy. Te pucér vagy, kérlek szépen. Tehát amikor első hónapnál járunk, akkor ott vagy, húha, mi folyik itt? Egy füle... Az a helyzet, hogy én amikor ezt végigolvastam, is röhögtem. Tehát, hogy már akkor is röhögtem, amikor először láttam, most is fogok szerintem. Tehát húha, mi folyik itt? Egy füles bagoly kloákája igencsak megküzdhetett ezzel, de megérte, mert ez nem csak egy tojás, ugye? Ez nem csak egy tojás. Ez egy új bagoly ígérete. Ezt pont nem láttad? Na hát tessék. 3 hónapnál egy apró szempár tűnik elő a meszes burok alól. Úgy tűnik, hogy ez a tojás tartogat számunkra egy apró meglepetést. Aztán kijön a félig pucér bagyunk. Egy bagoly fióka, vagy csak egy rózsaszín gumicukor. Kit érdekel? Tök édes. Ez van 6 hónapnál. Ugye 9 hónapnál, amikor teljes mértékben megszületik, akkor hát még mindig nem lehetünk biztosak, hogy ez egy csupasz fióka egy napon kész bagolyjá érik-e, de már leesett a tojáshéj a fenekéről. Ott vagy egy azon pucéron. 1 évesen viszont csak nemrég repett meg a tojás, de már épít, ez a bagoly egy zseni. Tehát srácok, jelenleg a cseten, akinek 1 éves szubbedzse van, az konkrétan elmondhatja mindenkinek, hogy ő egy zseni. Jó? Ennyi. Tehát innentől kezdve ezt beleírod szépen a szívidbe, egy zseni vagy. 1,5 évnél megfogja a kezébe azt a Nintendo Switch kontrollert. Tegnap még fióka már kész felnőtt, a gyerekjátékok ideje már rég lejárt, úgy tűnik valami komolyabbra fáj a foga. Két évnél az igazi badass indul el. Már nem csak zseni, hanem... Már nem csak zseni, hanem külsőre sokkal menőbb ez a bagoly, mostantól egy igazi HVC. Érted? HVC vagy 2,5 évnél. 2,5 évnél felnőtt a mi kicsikénk, olyan hihetetlen, csak a minap esett ki... Egy kloákából. Itt szerintem éppen lediplomázott, vagy érettségizett, hát kinek mi? Tök mindegy, megkapta az OK és papírját, az a lényeg. Innentől kezdve már számít OK és ökoszisztéma regenerátornak, mint amit múltkor használtunk. 3 évnél lépünk be a felnőtt korba. Komoly felnőtt bagoly, aki feltűnés nélkül lógja el a munkaóráit kávézással, cseteléssel és streamnézéssel. Itt sokan magukra ismerhetnek. Ugye, hogy ugye? Hogy ki mit csinál a munkaidőbe? Kávézgatunk, streamet nézünk, csetelgetünk. Aztán kicsit visszamegyünk, 3,5 évnél, tehát én erre először csak szimplán azt hittem, hogy borostás és egy jó asszonyverő trikó van rajta. De ehelyett független felnőtt bármit megtehet majdnem. Kit érdekel, ha nem fürdik,
vagy nem mos magára. Ez csak az ő dolga. Tehát aki, akinek 3,5 éves bedzse van, az egy igénytelen pöcs. Borostás, nem borotválkozik, pörkölt szaftos trikóba van, meg minden, hát tudjátok, ez ilyen. Aztán 4 évnél indul el egy kicsit az igényesség irányába. Épp testben épp lélek, meg éppen ahogy élek. Ez a bagoly kitakarította az odúját, és igazi sportember lett. Szép munka. Ugye? Hogy ugye 1,5 év alatt mi minden történik? Aztán 4,5 évnél már kocka mellű lesz, érted? Szétgyurmázta magát. Ez a bagoly maga az élő Dávid szobor, olajtól csillogó mellizmai elvakítják a többi csetelőt. Na figyeljetek! Van itt 4,5 éves bedzses? Mert akkor már értem, hogy miért nem látok, mert elvakított a csillogó mell. Érted? Tehát 4,5 évnél... 4,5 évnél úgy csillog a melled, mint a Salamon töke. Aztán 5 év, ez az, amit betöltött jelenleg tyap-tyap. Ez a bagoly már mindent elért, és már csak a virtuális valóság segíthet neki újat mutatni, vagy ide lehetne azt is írni, hogy elégítheti ki. Ugye? Nem hiszem, de az már biztos, hogy sokat látott. Hát ez tyap-tyap. Ez egyértelműen tyap-tyap. A már sokat látott vénember. Nekem jön most a személyes kedvencem, a David Hasselhoffot megszégyenítő melszőrös, magnum bajszos safety pro. Ez a bagoly már tudja, mitől döglik a légy, nincs több megfelelési kényszer, maga teremt divatot, és gerjednek rá a csibék. Érted, hogy érted? Hát ugye? Amikor összegyúrják David Hasselhoffot, meg a kis magnumot, és lesz belőle egy csoda. Aztán jön a 6 év. Tegnap még latin szerető volt, ugye itt fönt. Ma már fészket rak, milyen gondoskodó, who's your daddy? Mondjuk a who's your daddy, azt én el tudom képzelni már 5,5 évnél is, hogy ezt ordítják utána, ugye? Na mindegy, 6,5 évnél pedig elindulunk a lejtőn lefele. Bölcs és egy igazi silver fox, amit én amikor picibe láttam, először azt olvastam, hogy egy silver fasz, de ezzel nem voltam egyedül, meg Krappa is ezt mondta. Hát ugye picibe, amikor látod a betűket, hát majdnem ugyanolyan. Mindenki tudja, hogy a jó bagoly a korral nem esedik. Ennyi. Tehát akinek majd lesz 6,5 éves aggastyán bogja, az már tudja, hogy... Tudja, hogy van pár év mögötte. Hát és 7 évnél visszajutunk oda, ahogy kijöttünk. Kijöttünk a tojásból. A kopaszodás áldás, ezt szokta mondani mindig Krappa, és átok egyszerre. Ezzel ő nem ért egyet. Legalább már nem kell járni gyantáztatni azt, ahova a nap se süt. Mindig randira készen. Hát! No mindegy. 7,5-nél hihetetlen, ez a bagoly halhatatlan, vagy az ördögnek sem kell, nem tudhatjuk, de elég menő. És akkor arra gondoltam, hogy innentől kezdve, tehát innen már nincs tovább. Tehát 7,5 évnél ugye szellem leszel, ha ezt innen akarjuk tovább vinni, akkor utána kaphat aranyglóriát, meg csilloghat, meg szuper saiyan lesz, meg mit tudom én, de a 7,5 évtől, ha még akkor egyáltalán streamelek, akkor már csak ilyen módosításokat lehet elvégezni. Szóval, srácok, ez Ritusnak egyébként a munkája. Remélem, hogy tetszik, meg örömmel veszitek, úgyhogy hogyha valaki ki akarja klippelni, vagy valami, akkor itt van. 10-nél újjá születik. Azt is lehet majd. A kávéból lecsúszott bagoly lettél. Kérdés, kacok. A feliratkozók tudnak választani, hogy melyik sub-badge-et mutatják? Tehát az fix. Nem tudod, tehát vagy azt tudod mondani, hogy nem mutatod, de ha mutatod, akkor csak az aktuálisat lehet. Amúgy az a durva, hogy például ahelyett, hogy a Twitch kipróbál olyan fejlesztéseket, mint hogy
hoz neked szponzorációkat, de olyan kialakítása, hogy annak is el tudja venni a felét, ahelyett például csinálhatnának olyan fejlesztést, hogy a meglévő sub-badge-ek közül is tudjál választani, hogy melyiket mutatod, nem? Tehát annak én több értelmét látnám, mint annak, hogy lehetnek szponzorációk, és a cégek giftelhetnek neked sub-giftet fizetséggyanánt, amiből ugye, na mindegy, én szerintem értitek a lényeget. Nem tudod nem mutatni. Aha. Tehát akkor, hogyha ha sub vagy, akkor azt sem tudod bepipálni, hogy azt nem mutassa. Minden másféle badge-et azt tudom, hogy lehet változtatni. Tehát, hogy mit tudom, mutatod a nitrót, nem mutatod a nitrót, mutatod a gift subot, nem mutatod a gift subot. Aha. Tudom, láttam a 8-as golyósat. Küldött nekem Ritus előtte is képet. Akkor ennek nem lenne értelme, mert mindig pölő a tojást mutatnám. Hát de ha neked azt tetszik, akkor miért nem mutathatnád azt ACM, nem? Na mindegy. Én biztos, hogy megadnám azt a lehetőséget, hogy választhasson az ember. Mert most érted, hogyha neki valamelyik jobban tetszik, mindig azt hinnék, hogy csak egy hónapos vagy. De amúgy meg kit érdekel? Mármint nem te kit érdekelsz, hanem kit érdekel, hogy te mit mutogatsz. Érted, te kiállhatsz oda, azt pergetheted a pergetődet, lehet, hogy az se érdekelne senkit. De te úgy érzed jól magad. Nem rossz ötlet, de így nem tudod eldönteni, hogy kit szeretsz jobban. Te gondolod, hogy én jobban szeretem például tyap-tyapot, mint pihét? Csak azért, mert tyap-tyapnak 60 hónapja van? Vagy például kevésbé szeretem Nokedlit, akinek a neve előtt például sub-badge-et se látok? Gondolod, hogy őt kevésbé szeretem? Gondolkozál ezen egy kicsit. Vagy csak várd meg, amíg föliratkozik Nokedli. És hogyha sokkal nagyobb mosolyt látsz az arcomon, amikor kiolvasom az ő nevét, mert már van előtte sub-badge, akkor abból vond le a következtetést. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a hype train-t. Mondjuk a Nokedlit te se szereted le, Dirt Taylor. Amúgy az a durva, hogy a tojásos Nokedlit azért azt szeretem. Meg tudod, mi a legjobb Dirt Taylor? A szubos Nokedli. Hú, na az. Na azt jobban szeretem én is. Na, srácok. Ugye a héten, képzeljétek el, ma találkozunk utoljára. Lesz egy szabad hétvégétek. Nem fogok belepofátlankodni, hajnalok hajnalán, nem kell korán kelni, nem lesz avid. Lehet menni mindenfele másfele, lehet élni, esetleg mással foglalkozni, nem kell ide jönni, azt nézni. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az utolsó stream, aztán, hogyha nem lesz elég jövedelmező a lezáró stream, akkor majd hétfő jövök újra, jó? Majd most előadom a nagy hattyú halálát, hogy mennyire rosszul megy, meg hogy mi van. Hogyha jön elég támogatás, akkor lehet, hogy egy kicsit pihizek, de ha nem, akkor jövök hétfőn, jó? Megpróbálom majd újra. Állítólag ez bejön. De jó, aludhatok. Így van, így van. Miből gondolom, hogy van életetek? Hát mert itt olyan szép történeteket szoktatok mondani. Van elég szponzi, pihenj nyugodtan. Igen, ugye ez a másik nagy újdonság, ami most van. Erről már beszélgettünk egyébként az előző streamen, de ugye áprilistól indulóan a csatornának az egyik hivatalos szponzora a Logitech.
Úgyhogy lesznek mindenféle változások nekem eszközparkba is szerintem, illetve majd nektek is intézek jó dolgokat. Azért valamikor odáig elindíthatnád nekem streamen kívül a Smallland-et, hogy kioperáljam a testem. Na igen, itt most ez a kérdés, azért is lőttem föl Just Chattinget itt az elején, mert nem tudtam eldönteni, hogy mi az, amihez inkább lenne kedvetek. Két lehetőség van. Van nekem egy jó pár játék, amikben nem vagyok biztos, hogy mondjuk egy egész streamet kitennének, tehát belenézhetünk ma akár több játékba is, vagy folytathatjuk pihével a Smallland-et, és majd jövő héten kezdem el földolgozni. Hogy milyen játékokról van szó. Az egyik újdonság, ehhez kaptam kulcsot, ez a Scarlet Tower, ami igazából egy nagyon pixeles játék, de játszottunk már ilyennel, és nagyon-nagyon szórakoztatónak tűnt nekem így a trailer alapján. Ezeket most úgyis majd megmutatom nektek, és akkor majd utána eldöntjük, hogy mi legyen. Azt mondja, hogy egy GOAT stílusú roguelite játékról van szó. Kicsit ilyen Vampire Survivors-ös, skillezős, gírelődős, stb. Majd mindjárt mutatnak még belőle több képet is. Szerintem a másik videóban volt ez. Szóval, amit lehet róla látni, hol volt az a kép? Na igen, itt van. Tehát, hogy választhatsz karaktert, különböző karakterekkel lehet játszani. Azoknak vannak passzív képességei, glifjei, akkor vannak itt, ahogy látom, talentek, meg unlockable dolgok. Itt ugye mutatja a különböző karaktereknek a képességeit. Aztán itt vannak a talentek, hogy ott mire lehet menni, vagy merre lehet haladni. Itt vannak a power-up-ok, tehát hogy vannak ilyen erősítő képességek is, gondolom a pályán felszeded, vagy szintezésnél kapod, ezt nem tudom. Ez az egyik ilyen, amit meg akartam volna nézni, mert kaptam hozzá kulcsot, és ha már ezt mutattam, akkor megmutatom a másikat is. Ez a Cards and Guns, ehhez Krappával kaptunk kódot, ez még nem jelent meg, azt hiszem. Igen, tehát ez majd csak Q3-ba fog megjelenni amúgy a Steam-en, viszont ez az, amire azt mondták, hogy a Vampire Survivors és az izsáknak a keverékéből alakították ki. Tehát itt is mész, jönnek a vévek, lövöldözöl, gondolom, különböző karakterekkel, ahogy lehet látni, különböző fegyverekkel, gyűjtögeted ezeket a, nem tudom, gyöngyöket, és abból fejlődsz. Jó, tehát itt is van egy card shop, vannak karakterek, vannak kártyák, amiket lehet választani. Nem tudom, hogy ebben mi az izsák, Langlager. Lehet, hogy a későbbiekben van benne valami olyan. Nem tudom, itt van most például egy boss fight. De nézd csak, rewards. Power up for free. Akkor itt vannak a statjaid. Power up in stock. Ha, itt már valami drónok vannak körülötte. A boss fight-ok egyébként érdekesnek tűnnek. Meg mi ez a karakter? Na mindegy. Szóval ez a kettő, ez hasonló stílusú. Aztán, amit még én ide készítettem, az ugye az Organs Please, ez egy Twitch integrációs játék, tehát ebbe van lehetőségetek nektek is beleszólni, hogy ki kerül föl a hajóra, ki az, akit földolgoz.
tudjuk így rólatok, így a chatről. Choose your path. Aha, és akkor vannak... De ebben nem tudom, hogy mi az organs, please. Tehát, hogyha feldolgozunk egy embert, abból utána szuperhumánt össze lehet rakni, vagy nem, ezt nem tudom. Hát ez a harmadik, és akkor a negyedik játék, az pedig ugye ez a horgászós dolog. Ezt látom egyébként nagyon-nagyon sok helyen mostanában, és nagyon-nagyon jókat mesélnek róla. Ez a dredge. Horgászós, hajózós, nagyon-nagyon aranyos art style-al. Ott egy hajó, osztat horgászol. És akkor látjátok, ott van a kis izé, cargo, damage. Mit horgászol ki, ott például polipot hozol. Na erről nagyon-nagyon-nagyon jókat hallottam, srácok. Figyeljetek, mondom, hogyha tudtok még létezni egy kicsit a Small Land nélkül, akkor a mai napon csinálhatunk egy olyan streamet, ahol megnézzük ezt a négy játékot. Van, amelyikkel nyilván többet, van, amelyikkel kevesebbet fogunk játszani. Belenézünk, és akkor tudjuk, hogy ezek közül melyik lenne olyan, amit későbbiek során mondjuk folytatni szeretnénk. És akkor hétfőn folytatnánk pihével a Small Landet. Nem baj az, ha ma nem az van, gyorsan a végére értek különben. Ja, értem, köszi a Sekó. De akkor nem olyan hosszú a sztori része. Jó, mert akkor én arra gondoltam, hogy amúgy is most ez egy ilyen diló stream, a húsvét van meg minden. Még nincs kész a sztori, nem? Ma játszottuk végig. Tetszenek ezek a kis játékok. Mondom, ezek most szerintem kifejezetten jó pofák. Cucu egyébként láttam, hogy nagyon sokat játszott vele. Én azt hiszem Admirál Barónál láttam először, akkor figyeltem fel a játékra. Mondom, jól néz ki. Ezt most konkrétan stream előtt vettem meg, csak hogy nekem is meglegyen. Ez nagyon vártad jó ideje. Jó, akkor ez lesz az utolsó, amivel játszunk ma. Figyeljetek, ha tippelnem kellene, akkor szerintem a másik három játék az ilyen nagyon csak belenézős. Tehát szerintem az a Vampire Survivor stílusú két játék, az valószínűleg ilyen egy-két kört játszunk velük. Én úgy gondolom, hogy az Organs Please-be is csak belenézünk, és akkor próbáljuk meg mondjuk azt csinálni, hogy mondjuk 8-tól 10-ig pedig a Dredge-el játszunk, jó? Próbálom majd tartani a határidőt, meg a menetrendet, de szerintem egy ilyen, hogyha fél órákat adunk a másik játékoknak, akkor bele tudunk nézni, az alapján én remélem, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy a későbbiek során fogunk-e vele játszani, vagy nem fogunk-e vele játszani, és akkor utána pedig játszhatunk a Dredge-el, amiről úgyis mindenki tudja, hogy kurva jó. Jó? Melyikkel kezdjünk? Legyen egymás után a két Vampire Survivor stílusú játék, vagy legyen az egyik, aztán Organs Please, és aztán megint a másik? Hogy szeretnétek inkább összehasonlítani? Csak ez az egy a kérdés, hogy azt egybe akarjátok egymás után? Legyen egymás után. Jó, akkor kezdjünk az Organs Please-zel, a full diló játékkal, jó? Jó, nem tudom, hogy abból a Twitch integráció az hogyan fog működni. Remélem, hogy csak a játékon belül kell bekapcsolnom. Organs, please. Jó, figyeljetek, átírtam, olcsó szerv érdekelet tesó címmel, szerintem tökéletes lesz. Ahogy sorban mutattad, szerintem, ahogy mutattad, Vampire, minden, igen.
Jó, oké. Hát nem az a sorrend, ahogy mutattam, de... De jó lesz. Sophie, nagyon szépen köszönöm a 48-at. Köszi. Téged már 48-nyira szeretlek. Köszi, köszi. Na jó, lássuk meg. Szóval a szervekkel elősrácok. Nézzük akkor meg, hogy mit is hoz ez a játék. Organs please, settings, English, volume, full screen mode, V-sync, jó. Twitch integration. Oké. Egy fél pillanatot kérek, mert akkor ezek szerint itt ezt nekem autentikálni kell. Twitch integration pipa. Channel name. Hát nem tudom, hogy elég az, hogy Avid is odd. Authentication key kell neki. Voting delay 15. Legyen 15. Úgy hagyjuk, ahogy ő mondja. Pillanat, mindjárt visszakapjátok a képet, ha sikerül hozzá kapcsolódnom. Erről esetleg akarsz-e nekem visszajelzést küldeni, hogy amúgy ez sikerült? Vagy lehet... Honnan tudom, hogy sikerült-e? You can let the residents of... Jó lenne, hogyha tudnám, hogy... Na jó, ezt most már mutathatom nektek. Szerintetek... Oda... Hogy channel... Oda elég azt írni? Profilból úgy nézek ki, mint Zlatan. Hát ennyi, király. Várjál, hogyha Sofit 48-nyira szeretem, akkor... Tamás, nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot. Köszi. 48-nál majd sokkal jobban kell mosolyognom. Azt mondták a srácok, akinek hosszabb a szubja, azt én jobban szeretem. De téged is szeretlek, csak nem annyira, mintha 48 lenne, állítólag. Mindjárt visszaolvasom az előzőket, mert tudom, hogy sokan voltatok. Figyeljetek, én nem tudom, hogy ez alapján ez így megye. Én oda csak ennyit írtam, beírtam azt az autokent, rákattintottam, hogy oké, bízunk benne, hogy akkor ez így most oké. Remélhetőleg. Na, amiről lemaradtam, srácok, és akkor gyorsan mindjárt elkezdjük a streamet. What the fuck, nagyon szépen köszönöm a Timinek ajándékozott szubot, Nikolász köszönöm az 50-et, Jéhun köszönöm a 8-at, Mira a 21-et, What the fuck, köszönöm a 46-ot, Árpi bácsi a 37-et. Gyapgyap köszi a 60. hónapot, Pure Energy köszi az 51-et, Meta a 10-es csírt. Kuncsú, köszönöm szépen az 5-ös szubbombát. Franky, köszönöm szépen a 36-ot, Krisa a 38-at, ACM köszi a Pihének ajándékozott szubot. Hí! Bernardo, nagyon szépen köszönöm a Nokedlinek ajándékozott szubot, Krisi köszönöm a 39-et, Anna köszönöm az 53-at, köszi. Sofia 48-at és Tamás a 11-et. Köszi, köszi. Na, menjen! Szerezzünk szerveket! We've exhausted the planet's resources and began squabbling over scraps. It's easier to just steal from your neighbor than to consume consciously. The result was predictable. A nuclear war. Nuclear war. We destroyed nature opting for irradiated ruins. According to the chirp of Kager counter, it wasn't fun to live through. Hee-haw! To survive, we've built the verticals.
A Verticalst megépítettük. Mit iszok? Tonic. To survive, we build verticals. És akkor ide akarnak bejönni az emberek. Oké. Okay. Na nézzük, és én vagyok itt a igazgató? So the Earth's governments opted for desperate measures. The recycling of their own citizens. Who else would lend you a helping hand for a dinner, if not your neighbor? Tehát azzal... Így már értem. Miért alkohol? Tonic, bazd meg, tonic. Tudod mi az a tonic? Abba semmi alkohol nincsen, te szerencsétlen. Mi lenne alkohol ebbe? Na, szóval igazából... Nem, az Zsani, aki ginnel issza. Tehát igazából harcolván az éhség ellen elkezdtük egymást feldolgozni. The end of humanity was near. But then the astronomers who managed to avoid getting eaten discovered an inhabitable exoplanet. Hűha. Jó, ez így kőkemény lesz. The birds have begun the construction of spaceships, arcs to colonize the new world. But not everyone. Kolonizálni indultak el. But not everyone will make the cut. Tehát akkor ez a mögöttes tartalom, hogy miért akarunk mi a bárkára embereket. Itt van a bárka. Citizens of Vert 5. De... És érted? Rögtön csöcsök. Itt ez a... Ez Hey Arnold, a futballfejű. Figyeld. F. Tehát ő megbukott. I, hát így már rögtön A++. Így van. Ezt én is így csinálnám. Hogy lehet így írni, hogy markolod a tollat? Látjátok, megemlítettétek a chaten a gin tonicot, Zsani megjelent. Így kell csinálni. Na, figyelj, day one. Mik ezek? Ez a content. Hoppá, Twitch. Oké, okay, az escape-el nem lépek ki, akkor mivel lépek ki? Ó, oh, simán kattintással. Save humanity. Build the ark in 30 days. 30 napon van. Oké, okay, 30 napon van megépíteni az egészet. Oké, okay, aztán itt kuka, itt pecsét, itt tűz. Ezt nem tudom meghozni. To the factory. The ark's condition. Click to switch TV channel. Launch complex. Ott voltak csontok. Oké, okay, start the day. Congratulations on your new appointment as the administrator for the factory. Oké. Okay. I have been told to give you a detailed guide. Weird. Considering your brilliant exam results, I'm sure your uncle is the syndicate is... Aha, oké. Okay. Lehet, hogy egy kis protekcióval kerültünk idebe. Amúgy nem így működnek a dolgok így az életben, nem? Tehát nem protekcióval vagy pénzzel kerülsz be helyekre. Ugye? Mindig csak azt nézik, hogy te mennyire vagy jó az adott dologba. Bló, 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 bló. Bló, 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 bló. Oké. Okay. Let's go to the factory. Oké, okay. Na itt vagyunk a factory-ba. Zavod.exe per D1 tutorial. This is the factory management screen. It displays several factory sections where your employees are hard at work. Ó, tehát kemények a munkába. Érted, mert azt tudom, hogy Aseko mindig nagyon hard at work, de ezt nem szokták szeretni. The resources produced by them are sent to the warehouse.
Tehát amit itt előállítanak, az megy a warehouse-ba. Jó. Your task is to complete production orders. The arcs icon will mark the task required to build the ship. Give the first... Aha, itt van ez. Launch complex. 200 csontot kell szereznünk, srácok. Your first order is to build a launch complex out of bones for the arc. Of course you won't waste away the... Jó. Na nézzük. Itt van Skinner. Ja, nem az a neve, hogy Skinner. Ő Skinner, és hemofóbiája van. Ő R. Adams. You just need to assign employees by dragging their portraits to the relevant areas. Assign two employees to the bone section and the third one to any other. Oké, okay, melyik a bone szekció? Body, hair, blood, skin, meat, bone, furnace. Textile, checkpoint. Jó, hát akkor bones. Ő Skinner, out of breath, R. Edwards. És egyet bárhova máshova. Thick-skinned és greedy. K. Davis. Hát ő meghozzon húst. Nem tudom, jó ez így. The more employees that work in a section, the more resources. Ez egyértelmű, tehát minél többen vannak egy helyen, annál többet fognak termelni. We get all the resources we need from bodies stored at the warehouse in a nice chill environment. Body warehouse. Okay. Each body passes through various sections where employees disassemble it for resources. Így már értem az organs, please. Itt vannak a testek, és végig mennek a teljes skálán. Először kitépik a haját, lecsapolják a vérét, lenyúzzák a bőrét, kiszedik a húsát, elszedik a csontjait, majd elégetik. Mi itt a kérdés? Tab. To construct the ark and complete orders, you will require bodies. Tehát testeket viszont nekem kell szerezni. Lots of bodies. Candidates for recycling will come on their own, but you will need to pull the lever. Aha, tehát ha ezt meghúzom, akkor megy le. Use the lever and send 5 visitors to recycling. Oké, okay, kell nekem 5. 5 emberke, akinél meg kell húzni. Az, hogy ez hogy lesz Twitch integrációzva, azt nem tudom. Hát figyelj, recycle. 2, 3, 4, 5. Sometimes you won't have enough fuel for the factory. You can incinerate the worst citizens of Vert 5 to make more. Ó, ha itt rögtön elégetem, abból lesz... Jó. Everyone will have a chance to serve the needs of society. To refuel, burn 3 visitors with the lowest stats. Oké. Okay. Azt mondja, incinerate red visitors. With red wine. Burn. Ó, és látjátok, ez most így fölment. Miért volt 2 szemüvege? Azt ne kérdezd. Jó, hát figyelj, elégetem. Elégetem. Ott van, hogy a launch complex már 114 csontot csinált. I can see you've got a hang of recycling and incinerating, but slow down a bit, we still need people to construct and... Jó, tehát kellenek emberek. We need the best citizens from Vert 5. We have marked their best qualities in their cards with green. Check the documents, stamp them and return them to the future colony. Jó, oké. Okay. Tehát akkor most kell nekem... Látjátok? Ő full zöld. Jók a statjai. Tehát kap egy pöcsétet. Approved. Igen. Azt mit csinálok ezzel? Mármint, hogy így ezt így értem. Add vissza neki? Á, kösz. Így már értem. És még egyet pöcsételek. Mehet.
High stat visitors increase the Ark's survivability. Értem. Ha valaki zöld, és jó, és hasznos a társadalomnak, akkor egyszerűen beengedjük, ha nem, elégetjük a picsába. Vagy feldolgozzuk. Tök korrekt. Itt van egy complete order, jó. Besides increasing construction, increasing the Ark's survivability will also increase the committee's trust in you. Tök jó, és ezért kapunk bónuszokat, ha jó embereket szerzek. Make sure their total stats are greater than zero, or the Ark survivability will be reduced. Értem, tehát az összstatnak a számai legyenek nagyobbak nullánál. A csöcs plusz pont. Ennyi. Increase the Ark survivability level by admitting enough visitors with a positive stat total. Oké. Okay. Increase the Ark... Minusz 44. Na ez jó. Te mehetsz. És elméletileg ebbe tudtok majd ti beleszólni. Csak lehet, hogy a tutoriálban még nem. Accidents are a common sight at the factory. We are always looking for a new employees. You can hire one right now. Have a visitor with a hire card. Put them on a shift tomorrow, or their fatigue will increase. What the fuck? Hire a visitor to work at the factory. Mi? Ezt nem. Hát ez szar. Ő is kuka. Őt elégetjük. Remélem sokan jönnek még, mert elég válogatós vagyok. Na, ez jó. Hire card. Assign a visitor to today's shift. Ah! Oh. You are doing well, Miss McNeil. Én egy nő vagyok? I wonder how quickly you can make $250 for factory development and expenditures. Na srácok, nézzük, milyen gyorsan tudtok összedobálni nekem $250. Én megpróbálom a játékon belül, a többi a ti dolgotok. Érted? Ha már itt challenge, akkor legyen challenge. If you want to be successful, plan how you are going to fulfill the orders. Plan two or better jet. 10 steps ahead. Come into the factory. Igen. Én ezt a folyamatot szeretném az elejétől a végéig látni. Orders board. Na várjál. The committee assigns you the mandatory orders. They are needed to construct and supply the ark. Their completion isn't optional. However, you can pick and choose which commercials... Mi van? Tehát, hogy ezeket muszáj megcsinálnom. 100 kiló vér kell nekik. Move all available orders into the accepted order section. Ennyi volt? Meat has reached the limit. Igen. Maybe you already have resources or goods to complete an order. Igen, ez érthető. Assign employees to sections according to the orders, then return to the checkpoint. Ó, várjál, igen. Tehát akkor igazából ugye nekem... mi kell? Hol látom? Itt látom. Goods, orders, textiles. Resources or blood. Aha. Tehát akkor ha most a bone-tól átrakom a textilbe, a bone-ból átrakom a blood-ba, és a meat-ből át... Hoppá. És a meat-ből átrakom a skin-be, nincs is test. Oké, remélem, hogy ezeket még közelebbről is megnézhetjük. De van egy emberem pluszba. A szerezzen bőrt. Ja nem, bőröm már van, akkor szerezzel hajat.
Ja, kéne test. Don't forget the checkpoint. Take care of 20 visitors. Jó. Kuka. You can set up a timer at the factory control screen. De miért nem indul be az integráció? Process visitors, azt mondja. Figyelj, én azt mondom, hogy today's shift. Tessék, mennyi dolgozzál. Úristen, te nagyon jó vagy, mehetsz. Te is. Azt elégetjük. Lejárt a kártyád? Aha, és ott látom, hogy de úristen, ő kell! Sometimes the checkpoints will be visited by representatives from the government, the syndicate or the Virtus Populi. The hands of Earth might risk coming too. Ezt én értem. Jézusom! Hey there! Doing pretty well for yourself, ain't ya? Totally better than your uncle behind bars. Don't worry your pretty little head about it, though the syndicate will get him out in no time. Transfer a factory employee to the Ark for the syndicate. We need a chump for a stint. Can you get one of your working mates to do it? Na, várjál. Okay. You wish to transfer an employee to the Ark. Of course you can do that, but I suggest that you do not abuse your power. Each of your employees has strengths and weaknesses, some of which may be acquired while working at the factory. Értem, tehát fejlődnek a karaktereim, és akkor van lehetőségem, hogy valakit felküldök az Ark-ra. Keep that in mind when planning work on orders. One might be better at the meat section while another... Okay, tehát mindenkinek megvan a helye. Click right mouse button, the employee you wish to transfer, and choose send to Ark. Legyen ő. Send to Ark. Azt figyeld! Azt mondja, have a 30% bonus to the good section, gain stress 30% faster. Ja, értem! Tehát itt el tudom olvasni, hogy... Jézus, na várj, kezd túl sok lenni az információ. It's nice to have a powerful friend, isn't it, Miss McNeil? The syndicate has been kind enough to offer help in the management of the factory and the construction of the Ark. Considering the limited resources, the committee has accepted their help. Use the faction principal screen. Aha, tehát ez lesz az, hogy a különböző frakcióknak, ahogy dolgozunk? Ez most ugye a szindikátus volt. Ahhoz, hogy ezekbe jöjj, értem. Just don't ask any questions. Aha, jó, ezt adoptáltuk, ezt a dolgot. Orders board. Hát így kell elfogadnom a dolgok. Jó. Tiszta sor. Annyi csak, hogy most valami valahol gond van. Tehát tele van a húsom. Upgrade. Nincs is pénzem. $300 van.